Folytatjuk tovább a délelőttet, és a kedves nézők már bizonyára kívülről tudják az év növényét, az év, nem is tudom, madarát, de hát itt van az év emlőse is egy plüss kiadásba a kezembe, ami nem más, mint a földi kutya, és hát a földi kutyához kapcsolódóan számos program is várja az érdeklődőket, ezekről beszélgetünk most. Itt van már velem a stúdióban Bata Kinga, a vadonleső munkatársa. Jó napot kívánok! Köszöntelek! Hát miért különleges ez a földi kutya? Talán kezdjük ezzel. Korábban már januárban beszélgettünk róla, én annyit tudok, hogy nincs szeme, vagy hogy így nagyon van. Furcsa szeme van neki. Nincs neki szeme, és se füle, se farka, tehát tényleg ilyen nagyon különleges élőlényről van szó. Ami nagyon látványos rajta, az a nagy foga, ugye rágcsáróról révén szó, az a különleges benne, hogy ő a fogával ás, ellentétben a vakonddal, aki ugye az ásó lábával. És nagyon helyes kis tappancsai és vannak. És nagyon-nagyon puha állítólag a szőre, sajnos én még nem fogtam, és nem is találkoztam vele, de a kollégáim meg a földi kutya kutatók azért rendszeresen találkoznak vele. Mekkora a földi kutya egyébként? Hát körülbelül akkora, mint amit most a kezedben tartasz plusz változatban, talán egy picit kisebb. Miért fontos, hogy most ő lett az év emlőse, vagy mire figyelmeztet ez bennünket? Azért is különleges ez a földi kutya, mert ez nem egy faj, hanem több kisebb a faj, kisfajra oszlik tulajdonképpen, és mindegyik nagyon-nagyon ritka. És hát azért, mert ennyire különleges az életmódja, hogy szinte folyamatosan ugye a föld alatt tartózkodik, így nagyon ritkán kerül az ember szem elé. Hol élnek ők általában, vagy hazánkban? Merre találkozhatunk földi kutyával? Hát különböző az elterjedése. Hoztam ennek a három kis fajnak ugye különböző az elterjedése. Hoztam ezt a kis tájékoztató füzetet a földi kutyáról, amit a földi kutyáról tudni érdemes, és ott látható olyan térkép, hogy hol is élnek ők tulajdonképpen. Ugye az erdélyi földi kutya, inkább a keleti, észak-keleti ország részben, a magyar földi kutya az délen, és a délvidéki földi kutya is délen, és van egy nagyon érdekes egyébként előfordulás Albert Irsán, amit még kutatnak, hogy melyik földi kutya is. Mert ugye küllemre a három kisfaj nagyon hasonló, vagy alig elkülöníthető, úgyhogy ez genetikailag lehet elkülöníteni. Azt láttuk, őket. Hogy sárga répát esznek, tehát mondjuk aztán oda lehet esetleg mindenféle vegetáriánusok, mindenféle gyökeret szeretnek enni, növényi gyökereket, azzal táplálkoznak. Nézzük meg, hogy milyen programokkal várjátok az érdeklődőket, vagy talán itt a családokat, és inkább a kicsiket, hogy meg szeretnének ismerkedni ezzel a, hát nevezhetjük mondjuk cuki állatnak. Hát az első rendezvényünk az múlt héten csütörtökön volt, március 29-én, ugye a Vakrandi, amit a vadonleső szervezett. Ez volt az évemlőse földi kutyának a nyitó rendezvénye, és egy időben megnyílt a földi kölök fogas vakony kiállítás is, úgyhogy nagy szeretettel várja az érdeklődőket, mert nagyon izgalmas dolgokat lehet megtudni még a földi kutyáról. És hát ezen a vakrandin nagyon különleges programjaink voltak, volt Grillus Vilmos természetes dalok, és akkor elhangzott egy földi kutyadal is, sőt a világirodalom első földi kutya verse is megszületett, Lackfi János írta, Fészkes kutya címmel, és ez is elhangzott a Galkó Balázs előadásában. És ez fontos, mert hogy tavaly ugye a Mogyorós Pele volt az évemlőse, ő is egy szintén nagyon cuki állat, nincs rá jobb szó, nagyon kedves, aranyos, édes állat, és hát tavaly voltak peleversek, úgyhogy idén pedig muszáj volt akkor földi kutya verset is. Igen, nagyon örültünk, hogy sikerült, és nagyon jól sikerült a vers, úgyhogy azt is érdemes majd meghallgatni. Hát kedves állat, de azért, hogyha itt az eredeti fotókat nézzük, azért ez a fog, vagy hát a furcsa, talán nem egy szokványos emlős állat lehet népszerűsíteni mondjuk a gyerekek körében? Nagyon reméljük, hogy igen, és ezért is többféle pályázatot írtunk ki, az egyik pont erről szólna. Földi kutya karikatúrások, ez a pályázat címe, amikor hát rajzokat várunk, karikatúrákat a földi kutyáról, ami nyilván nem
nem lesz egyszerű, mert tényleg nehéz így megfogni talán ezt a témát, de reméljük, hogy ezáltal megszeretik a gyerekek is. A kiállításon mit láthatunk, vagy hogyan mutatjátok be, vagy hogyan lehet egy kicsit jobban megismerni a földi kutyát? Ezt a Magyar Természettudományi Múzeum rendezte, és ugye a földi kutya kutatókkal együtt. Hát itt mindent meg lehet tudni azon, hogy honnan származik, hogy mit szeret enni, mivel táplálkozik, hogy néz ki a túrása, hogy tudjuk megkülönböztetni a földi kutya túrást a vakond túrástól. Akkor lehet, hogy mondjuk a kertünkben is találkozhatunk földi kutya túrásokkal? Hát szerintem kicsire az esély, de azért meg lehet vizsgálni. Sokan jöttek egyébként a rendezvény után tartottunk ilyen természetvédelmi stand volt, mindenféle totót, meg játékokat játszottunk, és ott többen jöttek oda, hogy hát a mi kertünkben is van biztos földi kutyatúrás, de aztán, ahogy így megvizsgáltuk a túrásokat, meg elmondtam, hogy mi az, ami jellemző lehet rá, így aztán sokszor kiderült, hogy az valószínű vakond. Akkor a vakondokkal ők mondjuk rokonok, vagy szorosabb kapcsolatban vannak? Persze, így rokonok, igen. De hát akkor ugyanaz. Azért különböznek egymástól. Igen, még a túrásukban is. Vegetáriánusok, azt mondtad, igen. Mit fogyasztanak, ami az útjukba kerül, és akkor azt eldésmálják? Hát igen, nyilván nagyon szeretik az iringót, például a kiállításon egyébként ezt is meg tudjuk nézni, hogy milyen növényeket szeretnek, a murok, a lednek, mindenféle gyökeret szeretnek enni. Ezeknek így elrágcsálják a gyökerét. December 2-ig látogatható ez a kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban. Most volt ez a bizonyos vakrandi, de lesznek-e még hasonló kiemelt programok itt az év következő hónapjaiban? Igen, a tavalyi évhez hasonlóan igyekszünk mindenféle rendezvényen részt venni. Hát csak egy párat próbálok felsorolni, itt hoztam egy kis puskát. Ugye földnapján, a Gerecse 50 túrán, madarakfák napja, biodiverzitás nap, nemzeti parkok hetén, de kint leszünk a Gyerekszigeten, a múzeumok éjszakáján, művészetek völgyében, Kapolcson. Lesz majd egy földi kutya szakmai nap, ezt is fontos elmondani, majd az állatkertben, és az év majd november 16-17-én fog zárulni a földi kutya gálával. Itt most közben belepillantottam ebbe a, amit a földi kutyáról tudni érdemes kis kiadványba, és hát a viselkedésükről még nem beszéltünk, ugye, hát ilyen kis rágcsáló állatokról van szó, de hogyan viselkednek ők? Visszahúzódók, vagy tudnak azért, nem is tudom, agresszívak is lenni, hogyha mondjuk megpiszkáljuk őket? Magányos állatok, azt tudom róluk, hogy magányos állatok alapvetően, és csak a párzás időszakára szeretnek együtt lenni a fajtársaikkal. Nem különösebben agresszívak egyébként, attól nyilván visszahúzódó állatok, így, hogy a föld alatt élnek. Az is nagyon különleges egyébként, hogy úgy tájékozódnak a járataikban a föld alatt, hogy érzékelik a föld szeizmikus rezgéseit, így kocogtatják a járatnak a tetejét a fejükkel, és akkor a vissza érkező hangokból állapítják meg, hogy hol is vannak. Ez mindenképpen érdekes, és sokat megtanulhatunk ugye a kiállításról is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát várjuk a további ilyen vicces földi kutyás programokat is. Köszönjük. Köszönöm szépen.